Súlyos aszálykárok, akár az ötödével is kevesebb lehet az idei dohánytermés. Hányás és hasmenés, a meleg miatt könnyebben terjed a vírus a gyerekek között. Szezon vég. Magyarországon a nyaralási szezon vége augusztus 20-ához köthető, ezt követően az utószezonban, valamint az ősz és téli szünet alkalmával nő meg ismét a szálláshelyek forgalma. Akár az egyötödével is kevesebb lehet a dohánytermés az idén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Míg az évelején a földmunkákat és a palánták elültetését nehezítette a sok esőzés, addig a nyár végére éppen a csapadék hiánya miatt nem tudnak rendesen fejlődni a növények. Az öntözött területeken jelentős többletköltséggel számolnak, de tudják hozni a szerződött mennyiségeket a gazdák, míg az aszályos földeken alig nőttek meg a palánták, és azok is satnyák, a leveleik pedig sok helyen le vannak száradva. Már törik a dohányt ezen az ófehértói ültetvényen. A többi kultúrnövényhez hasonlóan a dohány is nagyjából 10 nappal, 2 héttel korábban érte el a betakarításhoz megfelelő fejlettségi állapotot, már azokon a földeken, ahol tudták öntözni a növényt az aszályos, extrém forró időjárás mellett. Jól látszik, hogy az ófehértóihoz képest ezen a Pócs Petri melletti dohánytáblán, ahol nem öntözték a növényeket, azok alig nőttek meg, és a leveleik is fejletlenek maradtak, sok helyen leszáradtak. Erre most már fel kell készülni, hogy 3-4 évenként rendkívül aszályos évek jönnek. Az, hogy nincs csapadék, az aszály ezt jelenti, de nem csak ezt jelenti, hanem ez fokozódik azzal, hogy meleg is van. Tehát extrém magas hőmérséklet van. Az idei évben eddig olyan 30 fok körül hőmérséklet volt csapadék nélkül, az utolsó két hétben azonban sajnos 34-35 fokok voltak. Azt kell mondjuk, hogy itt különösen a szabolcsi régióban, homokos jellegű talajon öntözés nélkül tulajdonképpen minden nagyon minimális termést hoz. Országosan mintegy 5800 tonna dohányra szerződtek a gazdák a dohányfelvásárlókkal, melynek a legnagyobb részét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termelik meg. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke szerint az öntözött területeken 2 tonna fölötti termés átlagra számítanak hektáronként, míg az öntözetlen területeken alig haladja meg az 1 tonnát a termés mennyisége. A munkaerő hiány miatt pedig a betakarítás is jelentős gondot okoz a gazdáknak. A probléma a betakarításnál, hogy hát bizony a munkaerő az nem áll rendelkezésre úgy, mint ahogyan ezt korábban megszoktuk, és nagyon sok termelő emiatt csökkentett kapacitással tudja a betakarítását végezni, folytatni, emiatt is kihúzódhat ez a betakarítási időszak. A piaccal kapcsolatban el tudom mondani azt, hogy 2 felvásárló van Magyarországon, az egyik a ULT Magyarország, a másik pedig a Dofer, a szolnoki fermentáló. Mindkét fermentálóval szerződést kötnek a termelők, és nem is termelhet szerződésen kívül senki Magyarországon dohányt a jövedéki törvény értelmében, de a szerződésben rögzített mennyiségen túl többlettermést is maradéktalanul felvásárolja a mindkét cég. Bényei Illés hozzátette, a dohánytermelők között egy hagyományosan fontos nap a szeptember 8-a, amikor a megfigyelések szerint a hajnali órákban reggelre dél érheti a növényeket. A dohányt, ha egy enyhe fagy is éri, alkalmatlanná válik az ipari feldolgozásra, így akár már szeptember elején is befejeződhet a betakarítás, a vártnál még nagyobb veszteséget okozva a gazdáknak. Hányás és hasmenés, ezek a leggyakoribb velejárói annak a vírusnak, amely a napokban kezdett el terjedni a gyerekek között. A szakemberek szerint azonban ez nem közelíti meg a 2 évvel ezelőtti járvány méretét. Mégis fontos odafigyelni rám, mert a nagy meleg miatt hamar kiszáradáshoz vezethet a kisgyerekeknél. Többféle vírus okozhat hányást és hasmenést. Ezeket általában tapintás útján kapjuk el. A pici gyerekek még sokat csúsznak, másznak mindenféle talajon, és amit csak tudnak, a szájukba vesznek. Ezért ők hatványozottan ki vannak téve a veszélynek, hogy elkapnak valamilyen vírust.
a nagyon kicsi gyerekek mondjuk 3-5 év alatt bármilyen fertőzés éri őket, ők könnyen hánynak, hasmenésük van. De azért mégis igaz ez, hogy most az utóbbi időben egy kicsit több hányós hasmenéssel találkozunk. Ezeket nagy részt vírusok okozzák, ezt úgy tudjuk, hogy ha elküldjük tenyésztésre, nem tenyészik ki semmi, emiatt nagy valószínűséggel, meg a klinikai kép alapján. De járványról azért nem beszélhetünk. 2 évvel ezelőtt nagy tömegű hányós hasmenős vírus terjedt az országban, így megyénkben is. Azt a szintet a mostani járvány meg sem közelíti, mégis veszélyes. A gyerekek ilyenkor ugyanis hirtelen nagy mennyiségű folyadékot veszítenek. Ehhez társul a nagy nyári meleg, így fennáll a veszélye, hogy a kicsik hamar kiszáradnak. Oda kell figyelni a tünetekre, de ha lehet, próbáljuk megelőzni a bajt. Itt a higiénére lehet koncentrálni, odafigyelni, mit eszünk, mit iszunk, kézmosásokra, olyan környezetbe nem menjünk, ahol nem tiszta a környezet van, különösen pici gyerekeknél, csecsemőknél, nagy tömegű vízes területekre, különösen a nem folyóvízes területekre, meg egyáltalán csecsemőnél ez minden esetben problémás. És a megelőzésben a higiéne mellett pedig a tünetekre való koncentrálás, hogyha elindul a hányás, esetleg egy időben hígszéklet, akkor csecsemőnél azonnal forduljunk orvoshoz. Ha a gyermek elkapja a vírust, ajánlott elkülöníteni a közösségektől. Ne vigyük őket bölcsödébe vagy óvodába, és ilyenkor a strandolást is érdemes kihagyni. Ha lehet, otthon is tartsuk távol a kicsit a testvéreitől, amíg átmegy rajta a vírus. Törökország közkedvelt és egyre felkapottabb utazási cél a magyar turisták számára. Az ország valutájának csökkenése azonban őket is érintheti. Magyarországon a nyaralási szezon vége az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez köthető. Ezt követően az utószezonban, valamint az őszi és téli szünet alkalmával nő meg ismét a szálláshelyek forgalma. A nyaralási szezon a végéhez közeledik, így a Törökországban nyaraló magyar turisták is lassan hazaérkeznek. A déli állam közkedvelt utazási cél, mivel az ott található szállások és szolgáltatások árértékarányban a legkedvezőbbek a hazai kikapcsolódni vágyók számára. A török líra értékcsökkenése azonban a nyaralni indulókat, valamint a nyaralásukat töltőket is érinti. A török líra hatása az gyakorlatilag a kintartózkodókat érintheti jobban, hiszen az utazási irodák általában dollárban és euróban kötik a szerződéseket, viszont akik kint tartózkodnak, ugye nekik ugye helyben kell fizetni, hogyha esetleg elmennek vásárolni, és ott viszont biztos, hogy a napi árfolyamot rögtön beütik nekik a számológépbe, hogyha mondják, hogy dollárban, euróban akarnak fizetni, vagy ha valaki átváltotta a pénzét török lírára, nyilván a váltáskor ugye az neki kedvezőbb, hogyha esetleg lényegesen többet kap ugye a pénzért. A nyaralási szezon vége Magyarországon az augusztus 20-ai ünnephez köthető. Bicsérdi Rita szerint annak, aki most akarna szállást foglalni a hosszú hétvége idejére, nem lesz könnyű dolga. Napi szinten kapunk a szállodáktól teltházas értesítéseket, de ha én azt szoktuk mondani itt az utazási irodában, hogy menjen haza, üljön le a netre, és próbáljon meg ott keresni magának, mert ott még biztos talál, lehet, hogy nem 5 perc alatt, de valamit még biztos talál, de én azt gondolom, hogy ennek nem csak mi utazási irodások, hanem a szállodások is nagyon örülünk, hiszen ugye ezek a hosszú hétvégék azok, amikor 100%-os kihasználtsággal működnek a belföldi szálláshelyek is. Az utószezon szeptemberben kezdődik, amikor jellemzően a nyugdíjasok és a kisgyerekes családok kelnek útra. Ezt követi az őszi és téli szünet, ami sokaknak a családi együttlétről és a bulizásról szól. Szente Vajk vígjátékát, a Forgatókönyv című darabot láthatta a nyíregyházi közönség a Görög udvarban. A Mandala nyár keretein belül Szerednyei Béla, Magyar Attila és Csonka András mutatta be azt az 5 napos káoszt, ami alatt elkészült az Elfújta a szél című film forgatókönyve. A vígjáték valós eseményeket dolgoz fel. Olvasod a könyvet? Nagyon vastag könyv. De tudod, mi van benne? Persze, hát, hogy mindenki. Kivéve az író urat. Mi? Te nem? Mi nem. Te tényleg nem? Nem? Nem probléma, egy hét alatt meg lesz. Az Elfújta a szél című klasszikust szinte mindenki ismeri. A film több mint 3 év alatt készült el, forgatókönyvírók és rendezők jöttek-mentek, a forgatás kezdete előtt 5 nappal viszont egy teljesen új stáb állt fel, akik nem hittek a film sikerében. Az 5 napig tartó káoszt Szente Vajk dolgozta fel és rendezte végjáték formájában színpadra.
Én úgy gondolom, hogy aki nem látta ezt a filmet, és itt akarja megnézni, van egy körülbelüli képe arról, hogy mit látott, hatott volna, és utána megnézi, mert ugye ki lehet venni videótékából, vagy akár a YouTube-on szerintem rajta is van. Itt én úgy érzem, hogy a három színészi játék az, amire ez írva van. Ez egy ilyen, egy trió, egy zongora trió, ami minden egyes pontján meg van támasztva, és hogyha jól tudunk együtt dolgozni, az olyan, mint három hangszer, és így lesz a végén sikere. A forgatókönyvet tavaly novemberben mutatta be a Fórum Színház, azóta számos városban láthatta a közönség. A főszereplők szerint főleg vidéken aratott nagy sikert a darab, ahol az emberek könnyen tudtak azonosulni a szereplők kiszolgáltatottságával és a munkahelyi nyomással. A színpadon az új rendezőnek, aki Csonka András alakít, Mogyoró és Banán kíséretében kell 5 nap alatt hozzásegítenie az írót egy teljesen új forgatókönyv elkészüléséhez. Ilyen rendezőkkel még nem találkoztam, meg ilyen helyzetre sem találkoztam természetesen, hogy összelegyünk zárva, kénytelen, keretlen pár napra, vagy akármennyi időre is, hogy elkészüljön valami. De hát amikor az ember próbál valamit folyamatosan, akár másfél hónapig, vagy 2 hónapig, egy musicalt, vagy akármilyen színdarabot, akkor azért sokszor úgy érzi, hogy össze van zárva azokkal, akikkel készíti, hiszen ma már a próbák nem csak 10-től 2-ig tartanak, gondolom ezt a nyíregyházi kollégák is tanúsítatják, hogy nagyon kevés az idő, tehát olyankor esti próbák is vannak, délelőtt is, és 2 között meg esetleg táncpróbák vannak, vagy éppen valami kiegészítő. Tehát van olyan, mint hogy össze lennénk zárva egy lakásban. A káoszból kialakult happy endet teltházas nézőtér láthatta a Görög udvarban, a Mandala nyár keretein belül. És fölmegyünk a lakásról, érted? A plüss szőnyegen, érted? Leveti a ruháját, a holdfényben megcsillan mesztelen teste. Én fölteszek valami gyönyörű lassú zenét. Tolnám le a gatyámat, mikor belép egy filmrendező, és azt mondja, köszönöm, innen átveszem! Aranykezű tamarin ikrek születtek a nyíregyházi állatparkban. A furcsa kinézetű majmok kesztyűt viselő mesebeli koboldokra hasonlítanak leginkább. Az állatok testét hosszú, fekete szőrzet borítja, kivéve a végtagjaikat, melyek narancs-vöröses színűek. Emellett arcuk sötét, szörtelen és kissé elálló fülük van. Angliából és Magyarországról származik a nyíregyházi állatparkban élő aranykezű tamarin tenyészpár. 2016-ban a Nemzetközi Törzskönyvi Program keretében érkeztek Sóstófürdőre. A nemrég született, mindössze 3 hetes csöpségeket még nem könnyű észrevenni, hiszen meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. Egyelőre idejük nagy részét anyjuk hátán töltik. Az élesebb szemű látogatók akár már az ikerpáron is láthatják a fajnévre utaló mintázatot, ugyanis a faj különlegessége, hogy fekete bundával rendelkeznek, de a mancsuk aranybarna színezetű. A Saiginus Midas tudományos név is erre utal, ugyanis az ókori legenda szerint Midas király kezében minden aranyjá változott. A karmosmajon félékhez tartozó állatok igen apró termetűek, mindössze 20 centisek és csupán 1/2 kilósak. A szülők méreteihez viszonyítva viszont az utód minden esetben igen nagy méretű, születéskor körülbelül 10 deka, ezért a kölyök hordozásában mindkét szülő kiveszi a részét. Az apró testméretnek nagy előnye van, a dél-amerikai esőerdők legvékonyabb ágaira is kimerészkedhetnek, ahova a rájuk fogukat fenő ragadozók nem tudják követni őket. Ráadásul a felső ágakon lévő gyümölcsökhöz is könnyedén hozzáférnek. Madár csicsergésre emlékeztető hangjuk messzire elhallatszódik, és vokális jelzéseik mellett szaganyagokkal is kommunikálnak fajtársaikkal. Bár az aranykezű tamarinok a 33 karmosmajon faj közül nem a legveszélyeztetettebbek, élőhelyük drasztikus csökkenése tizedeli állományukat. A tamarin tenyészpárt és a 2 kis apróságot az állatpark különleges külsejű állatokat felvonultató Viktória házában láthatja a nagy közönség. Már az új vezetőedző Dajka László irányításával készül a kisvárdai futballcsapat. Az NB1-ben még pont nélkül álló sereghajtó újonc az 5. fordulóban felcsúton a Puskás Akadémia ellen lép pályára. A szombati házigazda a 4 fordulóban gyűjtött 1 ponttal a 10. helyen áll a tabellán.
Bármint csak az ötödik fordulót rendezik a hétvégén az NB1-ben, a Kisvárda együttesének már a harmadik edző vezényli a gyakorlatokat ebben a szezonban. Kondás Elemérnek és Kocsis Jánosnak is két meccs jutott, a vezetők reményei szerint Dajka László jelenti majd a végleges megoldást. A korábbi válogatott labdarúgó Kisvárdán járt középiskolába, így gyakorlatilag hazatért a városba. A korábban több NB1-es klubnál is dolgozó szakember élőben látta új csapat a legutóbbi két meccsét, így tisztában van azzal, hogy mind kell változtatni a sikeresebb szerep érdekében. Óriási probléma, hogy keveset van nálunk a labda. Na most óriási energiák mennek el a labdaszerzésre, tehát a 90 percből, ha 60-at nyomozzuk a labdát, akkor abba elkészülünk. Tehát szeretném egy picit stabilabbá tenni a labdatartást, legyen egy picit nálunk többet a labda, próbáljunk meg a labdatartásból ritmusváltással támadást vezetni, és természetesen a labdaszerzést elindítani már a félpályánál, és labdaszerzés után is ellentámadásba lendülni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy van mivel foglalkoznom jelen pillanatban bőségesen. Ehhez képest minimális idő áll rendelkezésemre, mert tudom, hogy körülbelül ezeket a dolgokat mennyi idő alatt lehet átadni. De még egyszer mondom, hogy ahogy az előbb is mutattam, ha egy picit is át tudok adni, és az emel a csapaton, és pozitív dolgokat látok, akkor nem tudok mást mondani, csak hogy elégedett leszek. Az átigazolási időszak augusztus végéig tart, így még a Kisvárda játékos keretében is várhatók változások. Sindert egy komoly eltiltással büntette a szövetség, és mi is szeretnénk tőle megválni, mert az ő egója, az ő szellemisége nem illik a mi közösségünkbe. Rossz hatással volt néhány honos, ukrán honos labdarúgóra. Tőle mindenképpen megválunk. A jogi lehetőségeket vizsgáljuk, arra pozícióra a játékos kell hoznunk, és most egy támadóbb szellemi csapattal kell, hogy nekivágjunk. Tavaly egy picit problémát jelentett nekünk az igazolások tekintetében, hogy nem tudtuk, hogy milyen játékrendszer, nem volt egyértelmű. Én mondtam, hogy ezt szeretnénk játszani, de az Elli az többször váltott, és visszaálltunk a védekező felfogásra, amelyben nem szerepelt csak kettő csatár. Most azért egy négyes támadó résztel, egy fönti résztel szeretnénk. Erre viszont nincs meg a megfelelő váltás lehetőség, egy sorunk talán megvan, ide mindenképpen egy vagy két játékos még kellene igazolnunk, és megvizsgáljuk, hogy van olyan, akit még ki tudunk adni az augusztusi idő folyamán, akár kölcsönbe is, vagy végleg. A csapatkapitány Lukasz szerint a játékosok nehezen viselik a sikertelenséget, de bíznak a jobb folytatásban. Nem számítottunk ilyen kezdésre, de dolgozunk tovább. Bízunk benne, hogy hétvégén fog jönni a siker. Az NB1 ötödik fordulójának párosítása a következő: Debrecen MTK Budapest, Ferencváros Paks, Puskás Akadémia Kisvárda, Újpest Mezőkövesd, Budapest Honvéd Molvidi FC és Diósgyőr Szombathely. Az egypontos Puskás Akadémia tabella 10. helyén, a pont nélküli Kisvárda pedig sereghajtóként várja a szombati mérkőzést. Második alkalommal rendezik meg Máté Szalkán a fényes úszást, pénteken 14 órától, szombaton 14 óráig. Vásárosnamény, Nyírbátor, Ibrány, Fehérgyarmat, Hajdúnánás és a Házigazdaváros úszó szakosztályainak versenyzői, valamint a vállalkozó kedvű amatőrök róják majd a hosszakat. Az eseménynek ezúttal is lesznek Európa és világbajnok vendégei. Tavaly hagyományteremtő céllal hívták életre a fényes úszást, amelyen azonnal három rekordot is felállítottak a résztvevők. 367 úszó 1501 perc alatt összesen 1620 kilométert teljesített. Ez azt jelentette, hogy egy résztvevő összesen több mint 4500 métert, azaz 181 medencehossznyit úszott. Az idei rendezvény központjában nem rekordkísérlet áll, hanem egy jó hangulatú, a sportágat népszerűsítő eseményt szeretnének tető alá hozni a szervezők. Egy rendezvény sorozatnak a része lesz, utolsó epizódja, hiszen májusban, júniusban beindítottunk Máté Szalkán egy Máté Szalka triatlon elnevezésű sportszabadidős sorozatot, versenysorozatot. Ennek egy része a Tour de Gát volt, egy kerékpározás, 36 kilométer, aztán egy fitfoot nap júniusban, ahol egy 2 kilométeres városi-belvárosi futással folytatódott, és akik ezt teljesítették, azokat nagyon szívesen várjuk a harmadik etapra, hogy teljesítsék a Máté Szalka triatlon harmadik részét, az úszást, ez 500 méteres táv leúszását jelenti. A tavaly alakult már A-kategóriás versenyzővel is büszkélkedő szalkai szápák fiataljai a környező városokban is rendre rajtkőre állnak. Ezúttal ők látják vendégül öt település úszóit.
A települések közötti verseny lenne ennek a 24 órás versenynek, vagy úszó rendezvénynek ugye a másik fő célja, ahol a pályák beosztásának megfelelően Vásárosnamény, Nyírbátor, Ibrány, Fehérgyarmat, Hajdunánás és természetesen Máté Szalka úszó szakosztályai 20-50 fővel vennének részt, akik aktívan, és ehhez csatlakoznak még azok a úszás szerető emberek, támogatók, szülők, akik részt vesznek ezen a versenyen. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is lesznek rangos vendégei a rendezvénynek. A világ és Európa bajnok Bernek Péter, az Európa bajnok Mutina Ágnes és a junior világ és Európa bajnok Német Nándor is vízbe száll majd a pénteken 14 órakor kezdődő fényes úszáson. A második fordulót is sikerrel vette Fucsovics Márton a Cincinnatiben rendezett 5,7 millió dollár összdíjazású kemény pályás tornán. A világranglista 48. helyén álló nyíregyházi teniszező a spanyol García López ellen nyert 6-7, 6-4, 7-5-re. Fucsovics a legjobb 8 közé jutásért a svájci Wawrinka ellen lép pályára. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Míg az évelején a földmunkákat és a palánták elültetését nehezítette a sok esőzés, addig a nyár végére éppen a csapadék hiánya miatt nem tudnak rendesen fejlődni a növények. A MADOSZ elnöke szerint az öntözött területeken 2 tonna fölötti termés átlagra számítanak hektáronként, míg az öntözetlen területeken alig haladja meg az 1 tonnát a dohány termés mennyisége. A folyamatos munkaerőhiány miatt pedig a betakarítás is jelentős gondot okoz a gazdáknak. A 2 évvel ezelőtti járvány méretét ugyan nem közelíti meg, de ismét terjed a gyerekek között egy vírus. Ez hányást és hasmenést okoz, ami a nagy meleg miatt hamar kiszáradáshoz vezethet. A leginkább a 3-5 éves korosztály érintett, akik még előszeretettel fognak meg mindent, azonban kihagyják a kézmosást. Ha már elkapta a gyermek a vírust, ajánlott elkülöníteni őt a közösségektől. Törökország közkedvelt és egyre felkapottabb utazási cél a magyar turisták számára, az ország valutájának értékének csökkenése azonban őket is érintheti. Magyarországon a nyaralási szezon vége az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez köthető, ezt követően az utószezonban, valamint az őszi és téli szünet alkalmával nő meg ismét a szálláshelyek forgalma. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 16-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap kissé több napsütésre, elszórtan zivatarokra lehet számítani. A Kárpát-medence időjárását anticiklonális hatások alakítják, meleg nyári idő várható. Az éjszaka folyamán gyengén felhős időre van kilátás, a záporok mindenütt megszűnnek. Az északkeleti szél mérsékelt marad. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható. Helyenként zápor, zivatar előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban nem várható lényeges változás időjárásunkban. A hosszú hétvégén meleg nyári időre van kilátás, általában sok napsütéssel. Az időnként erősebben megnövekvő gomoly felhőzetből csak kis valószínűséggel alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar.